Karácsonyi vásárra szánt díszdobozokon tanulta meg a csomagolás technika minden csinyád, minnyád Szakály János a 90-es években. A cége ma már évente több 10 millió terméket gyárt, jellemzően prémium és luxus csomagolásokat. Másodpercenként 3 csomagoló eszközt készít el ez a nyomdagép. Ez persze csak a folyamat egyik állomása. A debreceni székhelyű cégnél évente több 10 millió termék csomagolását biztosítják. A 4000 négyzetméteres telephelyen több mint 30 high-tech munkagéppel dolgoznak. Egyre erősebb a digitalizáció, egyre erősebb a felületnemesítési eszköz, amivel ezeket a lakkozásokat, aranyozásokat lehet végezni. Ezekkel az eszközökkel szinte már mindegyikkel rendelkezünk. A vállalat idén 30 éves, indulása azonban valójában még korábbra vezethető vissza. Az ügyvezető igazgató családjával a 90-es évek elején házi készítésű dobozokkal készült egy karácsonyi vásárra. Elkezdtünk a család karácsonyi díszdobozokat gyártani, de akkor azt még úgy kell elképzelni, hogy ollóval és vonalzóval sablonokat gyártottunk, és úgy faricskáltuk a dobozokat, és az annyira jól sikerült ez a karácsonyi vásáronra elkészített díszdoboz család, hogy 2 év múlva úgy gondoltunk, hogy akkor erre egy vállalatot kellene alapítani. Ezek a vállalat első termékei közé tartoznak. A csomagolás technikának az időtájt nem volt piaca Magyarországon. Az alapítók hamar ráébredtek, karácsonyi díszdobozok készítéséből nem lehet megélni. De feladni nem akarták az ötletet, csak javítani rajta. Így utaztak el egy németországi kiállításra. Ezen a csomagolási kiállításon egyetlen egy olyan pavilon volt, akik papírral foglalkoztak. És az az alappapír, ez egy 2 rétegű hullám alapanyag volt, különböző színekben gyártották és forgalmazták. És az nekem annyira megtetszett, és annyira haza akartam hozni valami újat a nagy fényes nyugatról, hogy úgy döntöttük, hogy akkor ezt az alapanyagot ezt próbáljuk meg itthon is valamire felhasználni. A gyártótól kapott árajánlat viszont túl magas volt. Hazaúton ismerték fel, hogy talán Magyarországon is készíthetnek maguknak hasonló alapanyagot. Sikerült, és ez elindította a vállalkozást. Gyártottak többek között mappákat, dossziékat, papírtáskákat, gyertyás és boros dobozokat. Majd kapcsolatba kerültek az egyik nagy nemzetközi bútorgyártó cég budapesti üzletével, és végül a svéd anyavállalattal, amelynek külföldi delegációja a szerződés kötés előtt meglátogatta az akkor még mindig gyerekcipőben járó debreceni üzemet. Mi egy kis amatőr, hétfős családi vállalat voltunk, hát ezt úgy nevezik szerintem a mai napig is, hogy ez pánik. És aztán mégiscsak szimpatikusak lehettünk, és megbíztak bennünk, és elkezdtek velünk együtt dolgozni. Akkor hirtelen lettünk 2 hónap alatt 30-an. Vásároltunk különböző stancgépeket, ragasztógépeket, és innen datálható az, hogy elindult a cégnek a története. Az ügyvezető építőipari végzettséget szerzett, ahogy egyik első munkatársa is, testvére és tulajdonos társa rajztanár. Magas szinten készítettek műszaki rajzot, erre az alaptudásra támaszkodhattak. Ma már természetesen profi formatervezőkkel dolgoznak. Az alkalmazottak száma 70 főre nőtt, de további 100 embert foglalkoztatnak megváltozott munkaképességű alvállalkozóként. Szakály János szerint a magyar piac továbbra sem túl nagy, ezért sokféle terméktípussal kell foglalkozniuk. De mégis milyen a jó csomagolás? Az a jó csomagolás, ami több érzékszervünkre hat egyidejűleg. Gondolok itt a tapintásra, tehát hogy milyen annak az alapanyagnak a struktúrája. Van-e domborítva, nincs domborítva? Van-e lakkozva? Tehát a látással is, az is egy érzékszerv. És a következő érzékszerv pedig a hallás. Tehát amikor bezárom azt a dobozt, akkor kattan-e, ha kinyitom, cuppan-e, vagy akár egy mágneses megoldás. Tehát, hogy ezeket kellett fölismerni nekünk is. A vállalat termékeit többek között egy a világranglista 48. helyén álló magyar borászatnak értékesíti, de együttműködnek egy több mint 150 éves múltra visszatekintő édességgyártóval, sőt egy hungarikumnak számító kézműves porcelán manufaktúrával is. Csomagolásaikkal találkozni a világ számos országának polcain lehet. Az általuk gyártott termékek mintegy 20%-a kerül külföldre. Célközönségük a tapasztalatok szerint egyre igényesebb, ma már prémium és luxus dobozokat gyártanak. Ez az igényesség, ez körülbelül a 2010 körüli évekre tehető. Tehát akkor jöttek azok a vállalatok, akik már valóban Magyarországon is brendet akarnak építeni, egyre igényesebbek. Ma már 100%-ban az igényesség és az elvárás az a nyugat-európaival egyenlő.
értékű. A cégnek az elmúlt 30 évben 8 telephelye volt a folyamatos növekedés miatt. A fenntarthatóság ebben az iparágban is megkerülhetetlen szempont. Az üzem 3 éven belül elérheti, hogy a felhasznált energia 2/3-át megújuló forrásból nyerje. Az alapanyagok pedig szinte teljes mértékben felelős erdőgazdálkodásból származnak. A vállalat vezetője szerint egy vállalkozás hosszú távú működtetésében mindezek mellett kulcskérdés az emberi kapcsolatok kezelése. Ne ellenségként tekintsünk egymásra, egy-egy probléma előjöttekor, hanem az ember az emberrel tudja ezt megbeszélni. Azt szerintem ez az egyik legfontosabb dolog. Ez nem mindig sikerül. De azt gondolom, hogy erre kell törekedni. A vállalat most egy újabb németországi kiállításra készül, ahol 4 évente összegyűlnek a világ legjobb nyomdaipari gépgyártói. A cél ugyanaz, mint 30 éve, kideríteni, hogyan lehet jobban csinálni. Ez a módszer egyszer már bevált.